segítségével valósultak meg sorozataink, ismerjék meg őket pár másodpercben, és utána kezdődik is a beszélgetés. Jövő a jelen műtőjében. Robotasszisztált sebészeti műtétek. Magyarországon először a magánegészségügyben. Báverer Medical Center. Nem is olyan régen láttam egy interjút, Jordán Adél volt Kadarka Jendrének a vendége, és az interjúnak egy jelentős része arról szólt, ahol Adél arról beszélt, hogy neki ez egy nagyon nagy feladat volt az életében, hogy ő elfogadja a saját külsejét, jelesül konkrétan az orrát, mert hogy egy olyan karakteres orrot kapott a felmenőitől és az élettől, ami neki nagyon sok önmunkával, meg vívódással járt, és ő nagyon sokáig nem látta magát szépnek. És a komment szekcióban rengeteg hozzászólás érkezett, hogy az Adél milyen gyönyörű, hogy ő sugárzik, hogy látszik, hogy harmóniában van, hogy látszik, hogy ő most jól van, hogy ő megérkezett szépségről is fogok beszélgetni Feller Adriennel, a Panarom és az Adrien Feller kozmetikai márka alapítójával. Szerpusz, köszöntelek, sok szeretettel. Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntelek. Azért gondoltam, hogy ezzel kezdünk a szépséggel, mert hogy ez neked már gyerekkorodban megjelent édesanyádnál, vagy édesanyád által, és ez egy nagyon meghatározó, és ahogy látjuk az életedre is, egy nagyon meghatározó lenyomatot adott. Ez valóban így igaz, bár nem olyan, hogy milyen, olyan az élet természetes részeként jelent meg a szépség. Az anyukám ő, nővér volt, körzeti nővér, és mindig olyan gyönyörűen felöltözött, amikor elment a rendelőbe, és közben pedig elképesztő szakértelemmel, hihetetlen hivatástudattal végezte a dolgát, tehát nem... Tehát, hogy mondjam, egybe lehetett kötni a szépséget a hivatással, a munkával, a szorgalommal, tehát nem elválasztotta, pedig Chanel kosztümben, magas sarkú cipőben járta a budai hegyeket, és volt, hogy naponta 40 címre ment ki, és ezt onnan tudom, hogy én is nagyon sokszor mentem vele kicsiként, és hát megjelent a szépségápolásnak a természetes módja, a szombati, vasárnapi együttléteinkben. Egy ilyen nagyon úgymond nyitott házban éltem, családi házban, kertvárosi részben, római fürdőn, és hogy mondjam, ott ültünk a lépcsőn, jött az egyik szomszéd, másik szomszéd, közben anyukám bepakolta az arcomat, ilyen, nem tudom, Oroszországból érkezett mandula tejje, meg, meg, ilyen péppel, olyan péppel, szóval, hogy így szépítkeztünk, meg manikűröztünk, pedikűröztünk. Igen, tehát, hogy a szépség az egy ilyen nagyon fontos része volt az életünknek, és először nagyon szépnek akkor éreztem magam, ez egyébként most jutott eszembe, amikor talán olyan, lehet, hogy olyan négy éves voltam, vagy öt éves, és az anyukám varatott nekem egy hófehér nyuszi bundát, mert az utcánkban élt egy szűcs, és ő nála varratta, magának is, meg nekem is. És ez a gyönyörű hófehér nyuszi bundához volt egy bárány hófehér kis sapkám, és emlékszem, hogy mentünk így gyönyörű felöltözve a körúton, és akkor én ott láttam, hogy úgy pislogok, és hogy hatást gyakoroltam az arra járó emberekre, úgy megéltem a szépséget, mert úgy mondták, hogy milyen szép vagyok. Szóval, hogy igen, tehát az anyukám, anyukám nagyon szorgalmasan dolgozott, és hogy mindig volt arra félretett pénze, hogy, hogy mi szépen felöltözzünk, és ennek volt egy kultúrája nálunk. Igen, ez az, ami nagyon fontos szerintem szintén, és amit hoztál mintaként, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát a szépséget ápolni kell, arra egy rituálét kell kialakítani. Ami azt gondolom, hogy azért sajnos nagyon sok családban nincs meg. Nincs egy ilyen minta. És akkor innentől kezdve nehezebb kialakítani. Te ezt hozod, ezt láttad, ezt a mintát, és visszad is tovább. Sőt, próbálod a hölgyeknek, a nőknek is továbbadni. Igen. És a tevékenységed is kvázi erről szól, erről hogy napi szóval. szinten, Igen. aztán heti szinten, tehát hogy legyenek rituáléink, ami a szépségápolással foglalkozik. Igen, ez estime. Szakembereket is tanítok a professzionális szépségápolásra, és 30 éve, vagy több mint 30 éve vagyok a szakmában, és azt, azt tapasztaltam, először is a saját bőrömön, vagy a saját munkámban azt éltem meg, amikor elkezdtem a pályámat, még Stockholmban nyitottam meg az első szalonomat, hogy úgy éreztem, hogy ebben a szépségben kell, hogy legyen valami mélység. Tehát rendben van, hogy én itt a szépségápolással foglalkozom, rendben van, hogy teltházzal megy a szalonom, de azt éreztem, hogy, hogy valami, valami, kell, hogy legyen valamit a felszín mögött valami mélység, és kell, hogy legyen valami kapcsolat a belső történetekkel, és az, amit látunk kívülről. És nagyon bosszantott, az, hogy azt gondoltam az elején, most ilyen 20 éves voltam, 20, nem tudom én, 25-6, hogy, hogy, olyan felszínes a munkám és aztán lettem kineziológus, lettem természetgyógyász, már a vendégek nem csak a, nem csak a bőrüket hozták el, hanem a lelküket is elhozták, és, és azt tapasztaltam, hogy őrületes, szoros kapcsolat van a lelki történetek, a személyiség és a külső jegyek között. És akkor elkezdtem kutatni, keresni, hogy mi van egy májfolt mögött, I vagy hogy, hogy hogyan lehet azt a májfoltot. Nem akartam elfogadni, hogy ezt, ezt halványítani kell. Oké, okay, hogy halványítjuk, de mindig jön ki. Tehát, hogy ennek akkor mi van egy, egy rozácia mögött, vagy mi van egy akne mögött. I és hogy aztán megnyugodtam 35 éves körül, 35 éves voltam, megnyugodtam egy 10 éves praxis után, hogy itt ez egy nagyon mély történet. De hol vannak a válaszok? Akkor, akkor ehhez, a, ehhez a stációhoz érkeztem, hogy hol fogom megtalálni a választ. Értem, hogy van kapcsolat, értem, hogy valami, de oké, okay, hogyha megtaláltam, hogy mondjuk a MyFold mögött nagyon sok harag, nagyon sok feszültség, indulat van, nyilván ez biokémiai folyamatokat indít be a szervezetbe, de hogy hol van itt a megoldás. És akkor a következő öt évem, vagy talán még több is arról szólt, hogy kutassam, keressem a megoldást, hogy hogyan lehet ezt úgymond reverzibilisé tenni, tehát visszafordíthatóvá. Okay. Ö, és, és ö, Na, Hát ez egy nagyon izgalmas folyamat, ebben én magam is nagyon sokat fejlődtem, a saját önismeretemnek a része volt, és közben ugye a szakemberekkel is ugyanúgy mentünk, haladtunk, tanítottam őket, és ebben a közös tanulásban, mert azért ez a tanítás, azért ez egy közös tanulás is, olyan sok mindenre jöttünk rá. Mm, igen. Amivel kezdtem, ugye Jordán a dél története, hogy ő nem látta magát szépnek, és most egy jó életszakaszban van, és tényleg sugárzik. Szóval a szépség az nem feltétlenül azon múlik, hogy minden számítógépen megtervezetten tökéletes. Ugye? Tehát, hogyha belül harmónia van, akkor ezt kisugároz. Hát én azt gondolom, hogy a szépség az, az a bőrtől a lélekig, és a lélektől a bőrig mondjuk így nagyon egyszerűen fogalmazva hat. Amikor én a bőrt megérintem, akkor a lélek felszabadul, a kapcsolódás létrejön. Erre is van a szervezetnek egy biomikémia, tehát egy válasza, egy hormonális válasza. Ezek a hormonok aztán bőrfeszesítő hatással vannak. Szóval, hogy, 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 itt, itt pont ma tanítottam például öm, öm, Kozmetikusokat a szépségápolásra, meg egyáltalán a, arra a filozófiára, amit én magam képviselek, és az az hangzott el kérdésként, hogy ő, mint kozmetikus, vajon használhat -e a vendég bőrére szintetikus kozmetikumot? Tehát hogy, hogy van ez, hogy, hogy most én beszélek itt a természetes uh -huh. kozmetikumról, és akkor ott van a kérdés, hogy mi van a szintetikussal? És Hát ez egy jó nagy kérdés, főleg, hogyha a szakmában vagy, mert, mert nekem az a tapasztalatom, hogy élőt csak élővel lehet éltetni. A szépség az egy nagyon, hogy mondjam, ez egy élő dinamikával rendelkező történet, ami folyamatosan változik. Ma másképp nézel ki, holnap is másképp nézel ki, a történeteid ö, szépen ö, ívelnek egymásra, és ebben abszolút benne van az, hogy, hogy, hogy hullámzol. És ugye a szintetikus az, azt gondolom, hogy nem, nem, alkalmas arra, hogy minden nap a bőrünkre kenjük. Tehát lehet egy olyan megoldás, ami, ami van valami történet, valami ekcéma, ami, amit azonnal is ott prompt meg kell oldani, és akkor mit tudom, egy hétig használjuk, hogy tényleg átlendüljünk, és akkor valami más megoldást találjunk, de, de nem maradhat véleményem szerint egy mindennapi bőrápolás részeként a szintetikus kozmetikum. Ha ránézel egy arcra, egy bőrre, vagy hova tovább megérinted, elkezdett kezelni, akkor te annál jóval többet tudsz, ugye? Mint hogy ránéztél, vagy megfogod. Tehát, hogy ez neked rengeteg információt hordoz. Lelkiállapotról, betegségről, táplálkozásról, vívódásokról. Nem, nem vagyok megmondó, tehát azért ez nagyon fontos tudni, hogy nem vagyok megmondó. Inkább <kv displays> egy kereső ember vagyok, segítő ember, és nagyon szeretem a szakmámat. Igen, tehát amikor megérintesz egy bőrt, akkor annak van egy, van egy hűvössége vagy melegsége, annak van egy textúrája, annak van egy rugalmassága, ö, annak van egy illata, annak van egy. döbbenet, hogy mennyi minden jön le. Döbbene. Tehát el, elmondhatatlan a ráncoknak az alakulása. Ezen és, és itt nem arról van szó, hogy ránctalannak kell lenni. Igen. Tehát, nem, nem mindegy, hogy keserűség ráncunk, vagy nevető ráncunk. Hát van, nem, nem mindegy, mert ugye a ránc az abból alakul ki, hogy sokáig tartósan úgy volt az arc. Ebből lesz a ránc. Tehát sokáig tartósan. Akkor ez azt jelenti, hogy sokáig tartósan küzdöttem valamivel a szomorúságommal, a keserűségemmel, a bármivel, és az aztán oda vésődött. De ezzel sincsen egyébként semmi probléma valójában. Rajta van az arcunkon a történetünk. A lényeg a mozgásban van, és amit el kell kerülni, az a merevség. Mert a merevség lehet, lehet, lehet egy fiatalos, ö, ö, teh társíthatjuk a, a, feszességet mondjuk a fiatalsághoz. De, de amikor az egy merev feszesség, akkor abból elmúlik az élet, elmúlik a mozgás. Hát éppen ezért nagyon taszítóak ugye azok az arcok, amikről teljesen eltűnnek ezek a mimikák, meg a ráncok a sok-sok plastikai beavatkozás következtében. És érezzük nagyon idegennek. Igen, ö, én, én, én azért így óvatosan fogalmaznék ö, ezzel, mert ö, nagyon sokat gondolkozom ezen is. Mert ugye ezt is ezt a kérdést is fölteszik. Szabad vagy nem szabad hozzányúlni? Hát, hogy szabad, nem szabad, hogy van, nem tudom én, szóval bármi. Szomorú, amikor 30 évesen valaki úgy gondolja, hogy, hogy neki feszesítenie kell, mert ott valami a lélekben nem stimmel, ott valami valami olyan diszonancia van, amire a választ itt találja meg kár. Mondják, hogy a magyar nők ugye nagyon szépek, világhírűek vagyunk, hogy mi nagyon szépek vagyunk, és ezt annak tulajdonítják, hogy állítólag mi nagyon tudatosan vagyunk a szépségápolásunkkal. De erről mit tapasztalsz? Mi magyar nők egyébként tényleg tudjuk, hogy mit kehetünk az arcunkra, hogyan ápoljuk azt, mit csináljunk vele, mennyi folyadékot vigyünk be, hogy a bőrünknek az jót tegyen, mit tegyünk, hogy az a bőrünknek jót tegyen. Szóval te látod ezt a fajta tudatosságot, amit gondolnak rólunk egyébként, hogy mi ezért vagyunk szépek? Amit meséltel, hogy anyukától, ugye, hogy te hozod ezt a szépségápolási rutint. A magyar hölgyek hozzák ezt a szépségápolási rutint. Megmosuk hideg vízzel az arcunkat, és akkor jó az úgy este végére. Nem tudom, ez, 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 egy összetettebb dolog. Szerintem, szerintem a kultúránkból hiányzik ez a történet, én ezt tapasztalom, tehát hogy, hogy ezt tényleg tanítani kell az elejétől, ezzel sincsen gond. Tudod, hogy mit gondolok, hogy valahogy a magyar nők valóban gyönyörűek, születetten gyönyörűek, talán a sok színűségünk, talán a, a, az, a, az a igen, az a sokszínű, sokszínűség, az a, az a és olyan fényelteltek a magyarok. Tehát, hogy én, én inkább így mondanám, hogy olyan nincs két-egy forma, és hogy olyan különlegesek, de de így a szépségápolás tekintetében én nem látom azt, hogy, hogy ilyen nagy tudatosság lenne, sőt, pont ellenkezőleg tapasztalom. Kellene tanulni, ahogy ezt mondod. Kellene tanulni, és uh, például a szépséghez, ha megengeded, akkor hozzátársítanám a szexualitást is, és, uh, és hogy abban is annyi tabu van, és uh, és hogy azt is a szépségápolásba, szépség be, beemeltem a napi, reggeli rituáléba a jóni olajat, és hogy ott is úgy, például amikor uh, fürdőrituálét vezetek, és ott Ugye végigmegyünk egy ilyen rituálén, ahol megfürdünk, különböző stációk vannak, vagy ilyen különböző részei vannak ennek a rituálénak, és az utolsó momentum az az, amikor fél órát azzal töltünk, vagy 40 percet, hogy hogyan olajozzuk be a testünket, hogy hogyan olajozzuk be az arcunkat, hogyan masszírozzuk át rétegről rétegre, és akkor ide itt előkerül a jóni olaj, és az a döbben csend amikor azt mondom, hogy, hogy ezt a, jónit, a jóninkat bekenjük, és azt mondják, hogy, hogy ez tényleg lehet, hogy ez nekünk így lehet, hogy, hogy ez, és hogy, 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 látszik, ahogy így ebben a megengedő közegbe úgy beleolvadnak, és hogy ennek van egy ilyen nagyon finom, ö, ö, hogy is mondjam, ilyen intimitása, amikor, amikor ott vagyunk húsz nő, és mégis mindenki a saját intimitásában megmaradva, de mégis ott vagyunk húszan, és valahogy hát ez engem is teljesen lenyűgöz, hogy ez olyan nagyon szépen, mellőzve minden, ö, ö, hogy mondjam, szexualitást, hanem megmarad ez a, hogy is mondjam, ez a nagyon, nagyon finom ö, önmagamban levés, miközben több nővel vagyok együtt. Úgy olvastam, hogy te szeretsz csendben lenni. Hogy látod, mi tudunk csendben lenni? Mi emberek ebben a rohanó, dübörgő világban? Mert például ez is nagyon sokat változtat rajtunk, a mi lelkivilágunkon, és aztán ez kifele is tükröződik akár a megjelenésünkön, a bőrünkön. Le tudunk-e mi csendesedni? Hát Szerintem nem ennek a világát éljük, nem? A, csendességnek. tehát, sem. Hogy, hogy, állandóan megy minden zaj, és tehát, én nagyon szeretem a csendet. Tehát szeretem rádió, televízió és minden nélkül utazni, egyáltalán otthon lenni, a magam belső csendjével találkozni. Tehát nekem, ha valami, akkor ez az, ami erőt ad. Azt olvastam, hogyha nagyon szeretted volna, se tudtál volna igazából más útra menni, mert annyira hoztad a családodból, a környezetedből a gyógyítást, az illatoknak a világát, és aztán a tanítás is megjelent, és nagyon szereted a tanítás részét is, tehát tulajdonképpen mind a két irány megvan az életedben, amivel szívesen foglalkozol. Az illatok, hogy és mikor, lett tudatos a te életed, vagy ezzel foglalkozó, Mert hogy ott volt, az ott volt. Ők apa, nagyszülők, nagypapádnak a hókusz pókusz kávét keverted a te a füvekkel, meg mindenféle te füvekkel. Úgy el, elolvastam. Igen, sok mindent elolvastam. De hogy azért mondom, mert hogy, mert hogy ez ott volt gyerekként, de ez egy gyereknek játék. De ez mm -hmm. hol lett már nem játék, amikor azt mondhatod, hogy hó, ebbe több minden van. Hogy ezt a fajta ősi örökséget, amit kaptam, én ezt szeretném tovább vinni, sőt, nem csak tovább vinni, csinálni, hanem adni és tanítani, ami legalább annyira fontos lába a te történetednek. Mm -hmm. Én közgazdásznak tanultam. Nagyon más irány. Igen, Igen, nagyon más irány, és amikor kimentem Svédországba a férjemhez, vagy a férhez mentem, akkor ugye ott egy új életet kezdtem el, és ott is ebbe az irányba folytattam, tehát ö, ö, igen, és tudod, ez egy este volt, amikor a férjemmel sétáltunk, talán augusztus volt, én úgy emlékszem, sétáltunk Stockholm belvárosában, és egyszer csak elmentünk egy francia intézet előtt, ki volt írva, hogy Beauty Therapy School, csak én így megálltam, és azt mondtam a férjemnek, te figyelj! Én világéletemben ezzel szerettem volna foglalkozni. És akkor hogy nézett rám a férjem, és azt mondja, hogy, de ezt sose mondtad. Mondom, mert én most jöttem erre rá, de nem volt nyitva az iskola, vasárnap mm. volt. Egyszerűen belém nyilalt. És egyébként így érkeztek ö, mindig az életembe a dolgok, hogy így, így egyszer csak így megérkezett, mm. hogy ez is itt megérkezett. És itt volt egy nagyon érdekes történet. Nevezetesen az, hogy természetesen már jövő héten, vagy az követő héten elmentünk, akkor én még nem nagyon tudtam svédül, tehát hogy ilyen nagyon kis gyöngén beszéltem, és, de azért már úgy valahogy úgy megértettem magam, és akkor felvételiztem a, az igazgatónál, ő azt mondta, hogy, hogy nagyon jó, ő látja bennem, hogy ez nekem nagyon fog vagy ez illik hozzám, ő fel is vesz, de azért én találkozzak a gyakorlati tanárral, aki magyar származású, úgyhogy ő vele találkozzak. És akkor elmentem, egy nagyon szép nő volt, ö, olyan, hát én ugye itt körülbelül olyan 21 éves lehettem, vagy még annyi sem, 20 és fél, és, és ez a hölgy lehetett olyan 30, nem tudom, 4-5. És akkor beszélgettünk, és egyszer csak azt mondta, hogy ő eltanácsol engem, és nem vesz fel, mert nem látja bennem azt a, azt a képességet, azt a tehetséget, azt a, azt a kurázsit, ami ehhez a szakmához szükséges, és meg szeretne óvni engem a csalódásoktól. Hát nem kaptam levegőt. Nem, nem, is, nem is értettem, hogy ez most hogy, vagy miből. Megköszöntem illedelmesen, Elmentünk, ott jó pár könyv kijött a szememből, és mondtam a férjemnek, hogy akkor most ez hogy lesz? Mert én annyira ezt érzem, hogy nekem ez az utam. Hát akkor most ez itt hogy van? És a férjem ö, utána nézett, hogy van-e másik ugyanilyen iskola a Stokholmban, Ez volt a francia, és van egy angol. És oda fölvettek, és hát egy fantasztikus, ö, fantasztikus évek következtek. Ami a lelkedet is gyógyította. Ez, ezt nem lehet elmondani. Tehát ez az iskola, ahova én felvételt nyertem, itt egyébként svédek tanultak, fantasztikus tanárok voltak, szakmailag is csodálatos volt, emberileg is fantasztikus volt. Tulajdonképpen én itt nem csak a szakmát tanultam meg, hanem azt is megtanultam, hogy hogy megbecsülhető vagyok, ezt határozottan emlékszem, hogy, hogy hogyan, hogyan, szakadtak le rólam a szorongás, nem is tudom, szíjak, ami, ami abból tevődött rám, hogy valahogy az itteni iskola rendszer valahogy úgy rám pakolta, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok jó, ebben is tehetségtelen vagyok, ezt se tudom, semmit nem tudok. És hogy hogyan pattantak le, és döbbentem meg, hogy, hogy ők, ők, ők úgy néznek rám, hogy én tehetséges vagyok, hogy jól csinálom, hogy, hogy alig akartam hinni a fülemnek. Ö, támogatóak voltak. Én a, akkor az iskolát úgy végeztem el, úgy tanultam anatómiát, biológiát, hogy szótároztam. Tehát nagyon sok energiát kellett ebbe belefektetnem, és ö, 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 én ott tulajdonképpen, ö, nem tudom, 8-12 szárnyam lett. Ö, Évfolyam elsőként végeztem. Nem is tudom elmondani, hogy én ott mekkora, meg milyen nagyot nőttem így a lelkemben. Ez egy nagyon meghatározó időszak volt, és nagyon nagy hálával gondolok vissza, az nem, nem, csak velem bántak ilyen végtelenül előzékenyen tisztelettel, hanem mindenkivel, és, a, és, és hát a svéd csoporttársaim is egymással egy egészen más kultúrát tapasztaltam ott, amit aztán egyébként honosítottam, tehát hogy lett egy mintám, hogy hogyan hozzak létre egy iskolát, és hogy ez az iskola hogyan működjön, hogy milyen egy tanár a diákkal, hogy, hogy, hogy mennyire a szemmagasság, tehát hogy, hogy, hogy egyenrangúak vagyunk, ugyanakkor mégis tiszteljük egymást. Megélhetem a tanárságomat anélkül is, hogy a másikat kevesebbnek éreztessem, vagy azt éreztessem vele, hogy kevesebb. Szóval, hogy nagyon az nekem nagyon sokat adott. Nagyon-nagyon. Az illóolajok végül hol kopogtattak be a te életedbe? Mert itt te ugye a kozmetikával, a szépségápolással kezdtél igen. el foglalkozni, ezt tanultad. Igen, De még mindig nem vagyunk ott, amit az nem. ősöktől hozol, hogy a gyógynövények, igen, hogy az illatok, hogy a igen, nagypapa fa illata, hogy ott munkálkodik, ugye, és akkor ezt a kicsiként szívod magadba, ami egyébként egy nagyon-nagyon meghatároz Az illatra mondják azt, hogy évtizedekkel később is bekapcsol érzéseket. Tehát, hogyha valahova bemegyek, és megérzem azt az illatot, ami mondjuk a nagymamám lakásában volt, akkor így tolulnak elő az emlékek, és záporoznak a könnyek, de egy másodperc alatt, és én visszarepülök 50 évet az életemben. Tehát az illat ezt tudja. Neked ez hol kapcsolt, hogy ez a szépség a kozmetikán túl, de abba bevonhatóan, becsatornázhatóan. Ez mekkora tudás, ami nálad ott van. Hát, hogy mekkora tudás, ezt nem tudom megmondani, de uh, itt az iskolában találkoztam az illóolajokkal. És akkor bekapcsolt egy ilyen, hogy van a nagymamának egy olyan könyve, amiben itt vannak információk, nem? Nem, információk, nem, nem. Nem, akkor még nem kapcsoló, nem, 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 egyáltalán nem. Nem, hanem... Uh, én itt találkoztam az aromaterápiával először, de csak érintőlegesen, nagyon érintőlegesen, és aztán a szakdolgozatomat írtam, kerestem hozzá anyagot, és tényleg így történt, hogy leesett a polcról, a könyves polcról egy könyv, ott, ahol kerestem, tehát te gyűjtöttem be a könyveket, kinyílt, és az volt ráírva, hogy aromaterápi. És én így ránéztem, ez volt a következő nagy a hajélményem, és azt mondtam, hogy hát én aromaterapeuta akarok lenni. És rohantam haza, mondtam a férjemnek, hogy figyelj Csaba, én aromaterapeuta szeretnék lenni. Azt mondja, jó, de az mi? Most, hogy és... elvégezted ezt az iskolát, vagy <laughs> <laughs> az újabb irány. Igen. Azt mondja, az mi? Hát mondom, nem tudom, hogy, hogy úgy mi, de valahogy azt érzem, hogy, hogy nekem ez az utam. Én ezt így érzem. És euh, akkor nem, nem találtuk meg a, a megfelelő iskolát, egyébként akkor élet úgy igazából ez az egész történet, tehát még nem voltak iskolák erre, nemzetközi szinten, ez egy szinten sem. Ősi tudás, bocsánat, tehát ugye balzsamoztuk a holtesteket meg igen. az illattal, hát évezredek igen, óta. Igen, 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 de és akkor mégsem, és hát egy nem is tudom, másfél év múlva találtam meg egy, vagyis a férjem egy stokholmi iskolát, ahol, ahol elkezdtem tulajdonképpen az aromaterápiát tanulni. Hát akkor se tudtam, hogy az az egy év iskola, hova, ahova hova beiratkoztam, vagy másfél év, az csak az antré lesz a történetben, mert, mert hogy hát akkor még, semmit se tudtam az aromaterápiáról, pedig hát küzdelmesen végigküzdöttem magam így a, ezen az időszakon, és ö, utána találkoztam a mesteremmel, aki, aki, aki egy belga származású aromaterapeuta, aromatológus, és, ö, és aztán az ő személyes tanítványa lehettem éveken keresztül, tehát mondhatom azt, hogy nyolc éven keresztül tanultam a francia aromatológiát, és a tényleg nagyon, nagyon elmélyült tudást szerezhettem, és megértettem, hogy ennek, ebben, ennek a miben létét. És tulajdonképpen ebben a nyolc évben, vagy a nyolc év elején, ahogy elkezdtem használni az illóolajokat, tudatosan használtam fizikai, tehát a bőr állapotának javítására, és azt vettem észre, hogy valami történik a lélekben is az illóolajok hatására, de nem tudtam megmondani, hogy mi. Ö és aztán tanultam tovább, minden félét, így a lélekről is, és szép lassan kigömbölyödött a történet, hogy itt az illatoknak kell a lélekre is hatni, de hogyan hat. Nyilván aztán megtanultam, hogy az idegrendszeren keresztül hogyan vált ki hormonális válaszokat a szervezetem belül, és itt ebben a folyamatban döbbentem rá, hogy, hogy bennem, Tudod, egyszerűen ment ez az egész történet. Tehát úgy egyszerűen, hogy olyan minden nehézség nélkül gördültek uh -huh. ki belőlem a válaszok a kérdésekre. Hogy te ezt tudod? Hogy én ezt valahogy tudom. Hogy én, én nem is, én nem is, hogy én, emlé hogy én elkezd, elkezdtem emlékezni nyilván nem arra emlékeztem, amit az ősöm, de valahogy úgy benne van a véremben ez, ez a történet. Olyan nagyon magától értetődő volt. Zsigeri szinten tudtam válaszokat adni kérdésekre, találtam meg a megfelelő gyógynövényt, illóolajokat, és ebben az időszakban kezdtem át saját termékeket fejleszteni. Ez is nem volt könnyű, tehát nem tudom azt mondani, hogy könnyű út volt, mert mi az, ami igaz és könnyű. De könnyen ment haladni ezen a nehéz úton, és nem is volt más, más alternatíva számomra, mert úgy szívott magával az egész. És akkor emlékeztem, hogy az apám odaadott nekem annak idején egy, egy papírra papíron egy feljegyzést, hogy, hogy egy ősöm milyen gyógynövényeket használt, és akkor előkerestem a, nem is tudtam, hogy megvan, előkerestem, és akkor, hát szóval nagyon érdekes folyamat volt, ahogy, 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 ezeket ezeknek a gyógynövényeknek utána mentem, összetettem, ebből lett a Pannon Ez a Dén nagymama füves könyve? Mert azt olvastam, hogy az elveszett, de hogy akkor valami, valami nem maradt belőle, belőle. És akkor ez maradt meg belőle? Igen, ez maradt meg belőle, de én nem is, nem is, nem is gondoltam arra, hogy, hogy ezzel majd én kapcsolódni fogok. Nagyon sokat mesélt erről a ősömről a, a, az apukám, nagyon-nagyon sokat, és a nagymamám is. Tehát ez, ez úgy állandóan előkerült, mm. hogy ő hogyan gyógyított, hogyan szépített, milyen volt az ő élete, milyen különleges. Nem is értettem, hogy miért mesélik ezt nekem, de már szinte ismertem őt. És egyszer csak tényleg azon kaptam magam, hogy valami van bennem, hogy, hogy, valami felébred bennem. És, és aztán később ugrott be, hogy, hogy gyerekkoromban mennyire egyértelmű volt, hogy én mindenféle gyógynövényekből ott főzőcskéstem nagyapám Pálinkát főzött, és akkor megkértem a nagypapát, hogy ezeket a gyógynövényeket tegyük be ebbe az üstbe, főzzük le, pároljuk le, meg nem tudom én, de hát füveket, meg szóval, tényleg, amit találtam ott a kertben, még szerencsére, hogy nem valami mérgező növényt találtam, és akkor ezekből ilyen tinktúrákat készített ideáztattam, ide áztattam, oda áztattam, volt otthon fecskendő, injekciós tű, minden azokat főszívtam, betettem kis bombonokba, beletettem, <laughs> ha visszakondolok, hát nagyon őrzött engem a, a, <laughs> a védőangyalom, hogy nem csináltam <laughs> valami olyan, nem is tudom mit. <laughs> De hogy valóban nagyapámnak <laughs> ugye asztalos műhelye volt, a, a fáknak a fűrészpora között ültem éreztem, mindig kérdeztem a nagyapától, hogy, hogy, ez most milyen fa, ennek más illata van. Rengeteg fűrészpor volt ott meg, ahogy gyalulta a fát, annak a, a, a legyalult fának ez a, ez a, ez a hogy is mondjam, ez a besodort, gyönyörű fa pernye, és Hát szóval nagyon-nagyon érdekes. Ezeket is áztattam, mindenfélébe illatokat akartam kinyerni belőlük. Szóval, hogy ez ott élt bennem, de azért nem, nem tudatosodott ez úgy, hogy na, nekem ez lenne az irány egyáltalán. Tehát, hogy ez ott bennem élt, mozgott, jött felszín, felszínre, és csak egyszer csak Stockholmban ott, akkor amikor leesett az a könyv, akkor ott megérkeztem, és amikor elkezdtem foglalkozni az illóolajokkal, maga a munka folyamatában, és olyan természetes volt az emberekkel is foglalkozni. Olyan nagyon-nagyon szeret. Ezt, ez egy ilyen gyönyörű utazás volt minden egyes embert megmaszírozni, megszépíteni, segíteni neki. És. Nagyon sokat gyógyultam ebben is, a kapcsolódásban. Ez, ez nem csak a, annak jó, aki, aki, kapja, hanem annak is, aki adja. Ez is egy nagy, nagy felismerés volt, hogy például, amikor elmentem szabadságra, nyaranként nem dolgoztam, akkor mindig a gyerekeimmel voltam. Soha nem dolgoztam egyébként június elejétől augusztus végéig mindig szabadságon voltam, és és hogy nyáron úgy, nyár közepén valami olyan, nem tudom, mocorgott bennem valami, talán egy kicsit ilyen <laughs> rossz kedv vagy olyan, nem értettem, hogy mások nyáron jól vannak, én rám pedig július közepén így rám tör egy ilyen rossz közérzet. És rájöttem arra, hogy én ilyenkor nem dolgozom, nem érintek embereket. És hogy lehet, hogy nekem az a terápia, hogy nekem is terápia, hogy, hogy érintek, hogy kapcsolódom emberekhez, és, és akkor utána már így tudatosan kiválasztottam, vagy megkérdeztem barátaimat, hogy hadd meg, és éreztem, hogy, hogy ez nekem mennyire jó. Ezt mai napig is érzem. Hogy ez ad? Hogy neked. ez nagyon sokat ad, igen. Tehát, hogy már nem vagyok a praxisban, és inkább tanítok, meg meg így a céges dolgokat viszem, de hogy olyan jó lesik megkezelni, megmasszírozni valakit. Tehát ez fantasztikus utazás, két lélek kapcsolódása, tényleg. Mit tudnak az illóolajok, mit tudnak az aromaterápiák, szóval, hogy mi minden esetben lehet ezeket bevetni, mi minden tud megnyitni, amit mondjuk lehet, hogy más nem nyit meg. Hova tud ez behatni? Aha. Az illóolaj az a növény immunválasza. Az aromás növények azért szintetizálják magukban, hogy megvédjék magukat a, a káros sugarakkal szemben, hogy oda csalogassák a, a rovarokat, hogy kommunikáljanak egymással, hogy ha megvédjék magukat a baktériumoktól, a vírusoktól, a gombáktól, hogy begyógyítsák a, a sérült felületüket, hogyha megsérülnek. Szóval hogy rengeteg mindent, tehát hogy az életben maradáshoz szintetizálják magukban, és amikor mi emberek magunkra kenjük az illóolajat, vagy egyáltalán csak, kinyitjuk magát a fiolát, tehát hogyha én kinyitom ezt az üveget, akkor, akkor ez abban a pillanatban az illóolaj elkezd illanni belőle, ugye ez egy éterikus olaj, és abban a pillanatban bekerül a légtérbe. Tehát hogyha kinyitom ezt az üveget, akkor ebből te is részesülsz, én is részesülök, meg mindenki, aki a, a szobában van, mert hogy az illóolajat lehet a bőrre kenni, de be is lélegezhette. Pontosabban nem, rosszul mondom. Tehát, tehát, tehát a belélegzés az mindig adott. Mert ha én élek, akkor én lélegzem. Az illóolajat, ha bekenem a bőrömre, akkor is belélegzem, ha kupot készítek belőle, akkor is be fogom lélegezni. És hogyha adott esetben például a francia aromatológia ismeri ezt az irányt, hogy belsőleg alkalmazza mondjuk gyógyításra az illóolajat, akkor is be fogom lélegezni. A légzésnél pedig két útja van az illatnak, az illóolajnak. Ez tulajdonképpen egy információ. Az egyik az, amikor, amikor belélegzem és bekerül a tüdőmbe, és a tüdőmön keresztül a hajszálerek falain át jutva, mert nagyon apró molekuláról beszélünk, ez bekerül a véráram körbe. És a másik útja, amikor az idegrendszerre hat, amikor belélegzem, mint a kulcsa zárba, az illatmolekula bekerül a, a, a szagérzékelő receptoromhoz, az információ fölmegy a szaglóhagymához, aztán a limbikus rendszerhez. A limbikus rendszer ö, tárolja az érzelmeket, az emlékeket, a traumát, és az illattal tulajdonképpen hozzáférünk emlékekhez érzésekhez. Ezért olyan intenzív egy-egy illatra a reakciónk, mindenfajta illatra. Tehát nem csak az illóolaj, hanem kimegyünk a tavasz illatára, vagy szerelmesek leszünk valakiben, az is az illat, illat kapcsán hoz bennünket lázba, és aztán a limbikus rendszer pedig továbbítja a hipotalamuszhoz és a hipokampuszhoz, és tulajdonképpen az illóolaj az, az hormonális választ képes előhívni a szervezetből. Így lehetséges az, hogy hogy, hogy a vanília illatára, igen, de a vaníliában vanilin van, és az anyatejben is vanilin van, csak mondjam, hogy mondjam, hogy ez a gyerekkort a, a magzati korra vezet vissza, vagy vezethet vissza és hogy és, és az ilángilánk például endorfint, oxitocint szabadít fel, ennek köszönhetően nagyon jól tudjuk használni a szülésnél, mint fájdalomcsillapító, de, de például felszabadító, úgynevezett afrodiziákumként is, hogy, hogy a szexuális élmény valódi élmény legyen az egybefonódás. De, de hát illóolajokkal lehet gyógyítani olyan értelemben, hogy mert ez is egy gyógyítás, de hogy, hogyha valamilyen fertőzés van, tehát hogy valami bakteriális fertőzés, vagy, vagy például a COVID ideje alatt nagyon jól tudtuk használni az illóolajokat a vírusos fertőzések, fertőzés kiküszöbölésére, az immunrendszer erősítésére, vagy amikor Ugye a covid köszönhetően nagyon sok embernek el, hogy mondjam, elmúlt a szaglása, Igen. vagy csökkent a szaglása. Nagyon szépen lehetett visszahozni az illóolajokkal a szaglás, Nagyon szépen, gyönyörűen tudtunk dolgozni vele. Vagy, vagy például vannak emberek, akik nem tudnak, vagy nem, nem, nem éreznek illatot. Nekem az a tapasztalatom, hogy valószínűleg volt valami trauma, ami ami lezárta ezt a, tehát jobb, jobb nem érezni az illatot, és hogy ezt is olyan szépen lehet oldani, és visszahozni a, a szaglást, és ezzel együtt gyógyulni. A bőr feszességében sebgyógyításra csodálatosak, most csak mondok egy példát, a tömjén az egy ilyen illóolaj, ami, hogyha megsérül a tömjénfa, meg amúgy is kiizzadja ezt a, ezt a gyantát, és e, e, tulajdonképpen a fa a gyantával e, e, leszigeteli a sérülést a, a kérgén, a kéreg az ugyanaz, mint a bőr az embereknél, és lefedi, ebben nagyon fantasztikus baktériumölő, vírusölő, gombaölő anyagok vannak, és hogyha ezt az illóolajat, tehát a gyantából kinyert illóolajat az emberi bőrre tesszük, akkor az emberi bőr is elkezd gyönyörűen gyógyulni. Lehet ez eccéma vagy bármi. És a másik nagy felfedezésem pedig az volt, hogy azok az illóolajok, amelyek gyógyítják a bőrt, azok nagyon erős szakrális. Szakrális erővel, vagy szó ismétlés volt, de hogy, hogy nagy erős szakralitással rendelkeznek. Tehát segítik a spirituális élmény kibontását, vagy a spiri saját spiritualitásunkba való megérkezés, magyarán az elmélyülést, a belső világunk felé való haladást. A belső világunknak van a megnyílást, a belépést. Ez így érthető, mm. ugye? Ami lehet ima, vagy meditáció, a csenddel való kapcsolódás, és hogy mindegyik, mindegyik szakrális olaj az gyakorlatilag a legjobb bőrgyógyító. Tehát a bőr és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Egyébként a bőr az a az az idegrendszer kifordított másaként tekintek rá, mert ugyanabból az ektodermális csíraplazmából alakul ki, mint az idegrendszer, és minden megjelenik a bőrön, ami velünk történik. Aktuálisan is, és krónikusan is. Tehát, hogyha hirtelen valami élményér, akkor kifut a vér az arcodból, elsápadsz, vagy hogyha valami, valami vagy, vagy, pont ellenkezőleg kipirulsz. Tehát, hogy mindent jelez. Ideges vagy, izzad a tenyered. Mindig hideg a kezed. Miért hideg a kezed? A hideg a lábad, vagy... nagyon-nagyon érdekes. Minden napját élvezem egyébként, a mai napig. Tehát, hogy azért mondom, hogy nem tudom megmondani, hogy, hogy mekkora tudással rendelkezek, mert úgy érzem, hogy még mindig ezt se tudom, meg azt se tudom, de hogy, hogy, olyan ez, mint valami hegyre mászni fölfele. Egy csepp illóolaj ugyanazt tudja, mint tíz csepp, vagy száz csepp? Tehát egy csepp is eléri ugyanezeket a hatásokat? Mm -hmm. Vagy itt a mennyiségen is múlnak dolgok? Ez is egy érdekes kérdés, mert, mert a, a kevesebb több, elve is működik, és bizonyos esetekben meg kell lenni a csepszámnak, hogy hatást uh -huh. érjünk el. Akkor úgy mondom, ha komoly fizikai problémáról van szó, akkor, akkor, meg kell lennie. Tehát egy vírusos fertőzésnél egy cseppel nem jutunk semmire. Ott, ott, ott a testet, belélegezzük, fürdőt készítünk. Tehát, hogy, hogy ugyanolyan intenzitással kezdjük el a gyógyítást, mint amilyen intenzitással a korokozó belépett. Tehát arra a harcra készülünk fel. De hogyha a lélekben van valami valami diszkomfort, valami gyógyításra váró történet, ott az a tapasztalatom, hogy, hogy a kevesebbel jobban tudunk haladni, mert ott az illóolaj energiájával dolgozunk. Tehát, hogy azt nem mondtam el, hogy az illóolaj az aromás vegyületekből áll, az aromás vegyületek pedig hát sok minden. Tehát, hogy, hogy, hogy mit tudom én, egy oregánóban van karvakról, ami a fenolok csoportjába tartozik, és ez egy nagyon jó baktériumölő vírusgombaölő hatású aromás vegyület. Másolajban pedig az idegrendszert kiegyensúlyozó, mint például az orvosi levendulában a linalilacetát, ami egy nagyon jó antidepresszáns oldó. Belélegezve is, bedörzsölve is, és adott esetben esetenként a francia aromatológia használja belsőleg. Be van melletted egy neszeszer, rengeteg kiloolaj van igen. benne. Itt végtelen számú kombináció létezik, vagy te honnan tudod, Mondtad, hogy már gyerekként is, amit találtál, összeszedtél, és kiütöttél, akkor, akkor De egy ilyen bátor, bátor stori volt, igen. De, de, de. hogy ő, honnan lehet tudni, vagy te honnan tudod, hogy mi mivel szeret együttműködni, vagy mi mivel társítható? Hát ugye egyrészt van egy tudásom, meg tudom, hogy melyik illóolajban milyen aromás vegyület van, és nagyon sok esetben az aromás vegyületet keresem, uh -huh. és ahhoz találom meg az illóolajat. Tehát például női problémáknál a geraniol az, ami egy fontos aromás vegyület lehet nekem, és akkor megnézem, hogy melyik illóolajban van az a geraniol tartalom, kell -e nekem az a magas geraniol tartalom, vagy nem. Több ilyen illóolajat használok, Ö, és aztán. Minden illóolaj valamiben jó. Ez olyan, úgy gondolj rá, mint, mint, az emberek, hogy minden ember valamiben tehetséges. Nincsen olyan, hogy valaki tehetségtelen. Tehát mindenki valamiben csodálatos. És akkor ki kell választanod egy csapatot, fölmentek a, nem tudom én, a Monteverestre, vagy mit én, valahova máshova mentek el, és kell egy csapat, akik tényleg képesek oda elmenni. Kiválasztod, hogy kik jöjjenek veled. Na most ugyanígy választom ki az illóolajokat. Van egy történet, valahova el akarok jutni az illóolajjal, például a menstruációs fájdalmat szeretném oldani. Látom, hogy van mögötte egy nagyon komoly szorongás, egy hiányzik a stresszkezelő megoldók, tehát nincsen megoldása stressz helyzetekre, ebben is szeretném támogatni, segíteni, és akkor olyan illóolajokat fogok választani, ami görcsoldó, lesz egy olyan illóolajom, lesz egy idegrendszer kiegyensúlyozó illóolajom, és lesz egy önbizalom növelő illóolajom is. Most már mondom is rögtön, hogy egy görcsódóra egy bazsolikomot fogok választani, idegrendszer kiegyensúlyozására mondjuk adott esetben egy illatos verbénát fogok választani, és mondjuk egy önbizalom növelő illóolajként pedig egy fenyőt fogok választani. Mert hogy az illóolajoknál egyrészt nézzük az aromás vegyületeket, részről a növénynek a karakterét is. Tehát, hogy, hogy mit tud maga a növény, mi, mit, mit, közvetít, milyen üzenete van. Egy fenyőnek egészen más az üzenete, az egész jelenség teljesen más, mint mondjuk egy illatos verbéna. És akkor ezeket szabadon lehet házasítani, kvázi nem vesznek össze. Nem vagy nem vesznek lehet telítettséget okozni ezzel, egyszerre használhatok többet is. Használhatunk többet is. Nyilván tudni kell az illóolajok aromás vegyületét, és tudni kell a kontraindikációt. Tehát nem minden esetben, nem mindent. De ö, mondjuk így az aromaterápiában 100, 120 illóolajat, vagy még annál is többet is használunk. Ö, Úgyhogy uh, itt azért elég specifikus úgynevezett uh, célzott aromaterápia is lehetséges. Tehát például a kakukkfűben, kakukkfűnél hét különböző kakukkfűvel dolgozunk, uh, ott annyira differenciáltak ezek a kakukkfűvek, uh, más aromás vegyület van bennük, pedig ugyanarról a növényről beszélünk, és akkor ki tudom választani, hogy uh, mondjuk a a tujanol tartalmút szeretném, vagy a geraniol tartalmú, vagy a linalol tartalmú, vagy lehet, hogy, hogy, egy erősebb karvakról tartalmút szeretnék, vagy timol tartalmút. Szkepticizmussal te találkozol még 2024-ben, hogyha illóolajokról beszélünk, annak hatásáról beszélünk, hogy az tényleg konkrét eseteket, problémákat, betegségeket meg tud oldani, vagy tud segíteni a kezelésben? Mit tapasztalsz? Mennyire elfogadott? Ö, nagyon sok munkám van abban, hogy itthon, itthon tanítsam, és hát azért a tanítványaim szintén viszik ennek a hírét, de az, hogy szkeptikus valaki szerintem, az nem, az nem az illóolajokkal szemben, hanem ugye ez egy alaptulajdonság, és ezzel persze, hogy találkozom, és nem is akarok senkit sem meggyőzni. De az illóolajok nem csak azoknak segítenek, akik akik hisznek benne, mert ugye ez nem, tehát amíg a homeopátiánál energiáról beszélünk, addig az illóolajoknál energiáról és biokémiáról. Tehát, hogy azért ez, tehát ez, ez ott van, csinálunk egy gázkromatográfiás vizsgálatot, akkor ott van, hogy miben milyen illóla, vagy aromás vegyület van. Az, hogy az pedig így hat, hát azt tudjuk. Kísérletek is igazolják, Petri csészébe rá a korokozóra, tehát, hogy ez látszik. Általában egyébként a férfiak ö, szkeptikusak, és mindig a, az asszonyok kérdezik, hogy hogyan győzzem meg a férjemet, hogy ez használ. És mindig azt szoktam javasolni, hogy te magad is lehetsz egy diffúzor. Tehát, hogyha te bekened magad finom illóolajokkal, uh -huh. akkor hát az ellen nem fog tudni tenni, hogy, hogy te ott áradozol, gyönyörű illatodban pompázol, bebújsz mellé az ágyba, olyat használja, amit szeret, tehát amire nem azt mondja, hogy kellemetlen. Mert az ezeknek van egy illatuk, de ugye, mit tudom én, a narancs, az egy nagyon finom, ha nem szereti a levendulát, ne azt használt, sok-sok megoldás van. Tehát na, ezzel kapcsolatban mindjárt mondok még valamit, de, de és aztán a férfiak egyszer csak átbillennek, és a leglelkesebb követők a legtagadóbbakból lesznek. Tehát tamáskodni nagyon tudnak, és aztán pedig teljesen elvarázsolódnak, és azt mondják, hogy mondják a feleségeiknek, hogy nincs este, kérlek masszíroz meg, <laughs> kérek egy illóolajos fürdőt. Na hát szóval, hogy ez, ez azért nagyon szép történet, hát mindenkinek a saját ö, sztoriát meg kell járnia. Visszatérve egyébként az illóolajokra, amit el szerettem volna mesélni, hogy ugye Egyiptomban használták, vagy hát Egyiptomból származik az a kifejezés, hogy parfüm, a perfümüm a füstölésen át, és hogy abban az időben a, az minden parfümnek hívtak, ami illatos volt. Tehát a szappant is parfümnek hívták, a, az illatos olajokat is, tehát ezek voltak a parfümök. A parfümnek a szerepe az volt, ezek, tehát gyantákból készítették illatos növényekből, főzeteket készítettek kvázi körbe úgy, mint én gyerekkoromban. Tehát ilyen olajokba belefőzték, és gyantába, és most ezt kicsit túlzásként mondtam persze, és, és akkor lett belőle egy ilyen illatos olaj, amit arra használtak, hogy, 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 hogy távol tartsák a betegséget, arra használták, hogy begyógyítsák a sebet, arra használták, hogy, hogy hogy ha a legyengült állapotból valaki fel tudjon erősödni. Tehát gyógyítottak vele. És, és persze hát a, a, a fáraónak saját illat kompozíciója volt, több is volt neki, de ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mai parfümöt, hogy magukra fújják az alkoholos parfümöt, hanem úgy kell elképzelni, hogy, hogy ezek ilyen olajok voltak, amivel be volt dörzsölve a test, és tulajdonképpen ez egy védelmet jelentett, és természetes anyagból volt, tehát növényekből volt, ellentétben a mostani parfümökkel, ami az ömében, ha csak nem nis parfümről beszélünk, de az ömében szintetikus ö, ö, molekulákból, vagy ilyen szintetikus illatanyagokból teszik össze, tehát semmi köze a természetes anyagokhoz, de hogy az eredeti parfüm arról szólt, hogy azért használom, hogy egészségesebb legyek, hogy jobban tudjak gondolkodni, hogy az, Isten, az, Istenekkel kapcsolódni tudjak, hogy a gyászomat meg tudjam élni, hogy el tudjam engedni, hogy begyógyuljanak a sebeim, tehát hogy ennek nagyon komoly kultúrája volt. És tulajdonképpen én most ezt szeretném vissza Hozni, így az emberek életébe, hogy ez ezt, ezt ne csak egy ünnep legyen. Hozzáteszem, azért ez egy nagyon nagy adomány, hogy mi ezt használhatjuk, mert régen tényleg csak a kiváltságosoknak volt ehhez hozzáférésük, de hogy ez a szépségápolásban olyan egy, egy nagyon egyszerű reggeli rituálét elsajátít az ember, akkor egészen másképp indul a napja, én nem tudom elképzelni illóolajok nélkül. Tehát finom növényi olajok és illóolajok nélkül abszolút része a reggeli rituáléimnak. És minden reggel megélem, hogy, hogy ezt így végigcsinálom, ezt a folyamatot csak magammal foglalkozom. Korán kelek, mert hiszek a korán kelés erejében. És hogy egy fel vagyok hangolva. Tehát jöhet a koncert. Tehát olyan vagyok, mint egy hegedű. <laughs> és azt, azt képzelem el, hogy egy gyönyörű hangszer vagyok. És hogy... hogy Na, hát most erős szóval élve kutya kötelességem felhangolni magam. Mert hogyha egy hangulatlan hangszer vagyok, akkor csak hamis hangokat fogok magamból kiadni. Ezt meg csak én tudom magamért megtenni. És ebben nagyon nagy segítségemre vannak az illóolajok, és nagyon nagy segítségé látom, hogy mekkora segítséget ad másoknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és rengeteg hasznos információt, és rengeteg töltést adtál a nézőinknek, hallgatóinknak. Feller Adrien a Panarom, az Adrien Feller kozmetikai már alapítója volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy bennünket választottak, minket néztek, tegyenek így legközelebb is. Jövő a jelen műtőjében. Robotasszisztált sebészeti műtétek. Magyarországon először a magánegészségügyben. Váverer Medical Center.